Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban a Marvel hosszú távú jövőbeli terveiről, illetve építkezési módszereiről lesz szó, ugyanis nagyon úgy tűnik, hogy a stúdió a jövőben nem úgy fog építkezni, mint ahogy eddig, tehát elengedik azt, hogy egy darab központi mindenen átívelő szagá van, mert így nagyon sok karakterre és nagyon sok történetre nem jut idő, egy teljesen új koncepció szerint fognak építkezni, hol több és sokkal jobban kidolgozott projektek jöhetnek, több történetet is tudnak majd adaptálni. Szóval nézzük, hogy milyen szagák és milyen történetvonalak jöhetnek 10-15 évben. Az egyik ilyen sztorivonal az az utcai story lesz, amiről már a korábbi videóban is beszéltem. Olyan filmek és sorozatok kapcsolódnak ide, mint a Sólyom, Szem, az Eko, a Pókember, a Dardville, és ehhez még biztos, hogy fog hozzácsapodni néhány projekt. Ezek a New Yorki utcai jelmezes hősökre fognak fókuszálni. Wilson Fisk lesz a középpontjában ennek, hogy ő hogy mozgatja a szálakat hogy emelkedik fel a zalvilág. Ezek a történetek a képregényben a legnépszerűbb történetek azért, mert ezek eléggé föltöz ragadtak. Én is, ez az egyik sztori vonal, amit legjobban várok, úgyhogy meglátjuk, hogy mi fog isülni ebből. Itt több erbesorolású projektre is számíthatunk, az első ilyen az az Eko lesz. Ezen kívül szeretnének egy politikai vonalat is behozni, ami a szokoviai egyezmény bukását és a hősöket érintő politikai döntéseket helyezni a középpontba. És az MCU-ban majd most több ország is a hősök ellen fog majd fordulni. Solyom és a télkatonája, a síhák, a fekete párduc 2, a titkos invázió, a mennydörgők és az Amerika Kapitány 4 is ebbe a kis idézőjeles szágába tartozik. Ez egy World War Hulk filmhez is vezethet majd, ugyanis állítólag nagyon fontos eleme lesz ennek majd Bruce Banner, aki azon lesz, hogy a gamma sugárzást kezelje, és hogy ő se változzon több ilyen dühöngő hálká, és hogy ez mással se történhessen meg, ami vele megtörtént. Az Amerika Kapitány 4-ben azonban rossz tábornok személyében jön az első új hálk, aki Red Hulk lesz, és innentől kezdve teljesen egy hogy hová fog majd építkezni a projekt, és nagyon árulkodó volt az is, hogy Bruce Banner nem nyilatkozhat Hák jövőjéről az MCU-t illetően, szóval sejthetjük, hogy hová fog futni ez a vonal. A harmadik vonal az vasember örökségét fogja tovább vinni, ezt már a pókember idegenben megtette, Miss Marvelben, a síhákban és a fekete párduc 2-ben is, és részben a titkos invázióban is volt érintve ez a téma, legalábbis ezeket a projekteket ide sorolják, viszont bővebben a páncélháború és az Ironheart sorozatba fogják ezt a vonalat érinteni, és egyben lezárni is. A páncélháborúban már olyan karakterek feltűnését is pletykálják, mint Justin Hammer, a színésszel már állítólag tárgyalásokat is folytat a stúdió. Ennek a vonalnak a fő ellenlá a kár a hivatal lehet, akiknek a Stark technológiára fája foguk. Ebben a vonalban térnek majd rá részletesen mondjuk Ultron sorsára, és akár újra is alkothatják majd a Stark technológiával, szóval ez is rejt magában nagyon sok potenciált, erre is nagyon kíváncsi vagyok. A negyedik sztori vonal az a fiatal bosszálok lennének, és ezt egy picit hosszabb ideig építenék ki, ahol Kamala, America Chavez, Kate Bishop, Billy és Tommy Maximov lennének úgymond a fő alapító tagok. Az ötödik történet vonal az a Vision vonal, aminél legjobban látni az építkezést, ugye itt lesz majd az Agatha, a Vision Quest, és elég régóta plegykálnak egy projektet, amiben Billy Maximov lenne a főszereplő, és ide tartozott korábban egy esetleges Karlát Boszorkány projekt, ami most nagyon úgy tűnik, hogy egy ideig jegelve lesz, hiszen a 616-os Vandát nem szeretnék visszahozni, majd talán egy mutáns sztori vonal egyik főgonoszának egy másik világból, mondjuk a 838-as világból származó Vandát tennék meg, akinek állítólag a képregényekhez hasonlóan Magneto az apja, állítólag ezt a vonalat a Deadpool 3-ban is érinteni fogják. A következő szál az egyik legizgalmasabb, a Midnight Suns felemelkedése, ugyanis a Marvel szeretne a természet feletti vonalra is egy picit jobban ráállni, ahogy tették a Vanda ben és a Holdlovakban is. Penge és az Ironheart is ide kapcsolódhat, ugyanis az utóbbira nagyon erősen plegykálják Mephisto feltűnését, aki akár Lilith mellett lehet ennek a szálnak a főgonosza itt Vong is több figyelmet fog majd kapni, úgyhogy ez nagyon érdekes lesz. A hetedik vonal lenne az egyik fő, az a mutáns vonal, és az egészben kulcsfontosságú szerepet fog játszani a 97-es X-Men sorozat. Nagyon nagy kihatással lesz ez majd az mcu X-Menekre, és a sorozat állítólag minimum három évados lesz. Már tudjuk, hogy a második évadot már szinkronizálják, és még a multiverzum szaga vége előtt szeretnének a mutánsoknak nagyobb szerepet adni az MCU-n -um belül, és ez az egész majd a Multiversum szaga után egy X-Men kontra bosszú projektet is eredményezhet, ami állítólag már tervben van, igaz, hogy biztos, hogy neveben az évtizedben, ugyanis az MCU-s X-Menek még csak be sem lettek hozzá. Izgalmas lesz a multiverzum szaga utáni MCU, főleg, hogy nagyon sok vonalat már itt a multiverzum szegában elkezdenek kiépíteni, viszont a multiverzum szegában is vannak nagyon érdekes projektek, mint például a Fantasztikus 4-es, ami nagyon erősen fog kapcsolódni az egész multiverzumhoz, a térfúzióhoz és az időutazáshoz is. Ezen kívül meglepő módon a Wanderman sorozatot is ide sorolják, ezzel fog majd foglalkozni, és a Shang-Chi 2-t is, ami igazából annyira nem meglepő, inkább én itt azt hittem, hogy a karperecekre fognak kitérni, de lehet, hogy érintve lesz a multiverzum. Vannak még olyan karakterek, mint Thor, akivel állítólag továbbra is hosszú távon terveznek, viszont azok a filmek nem feltétlen kapcsolódnak egyik szágához, egyik sztori vonalhoz se, ugyanis Thor karaktere nélküle is jól megvan, ugyanis a Thor 4 után egy nagyon érdekes vonalat vezettek be, amikkel több filmen keresztül is tudnak majd foglalkozni. És biztos, hogy lesz olyan vonal is, ami úgymond az űrben zajlódik, hát ott van az új galaxis őrzői csapat, akár a régi tagok is kaphatnak külön projekteket, és hát mint ahogy ki lett írva, a Galaxis három 3 végén, még is vissza fog térni. Ő szerintem a bosszválok 5-ben, viszont biztos, hogy ő is fog kapni valamilyen önálló projektet. Én inkább egy sorozatot tudnék elképzelni, mint egy filmet, de ezt majd úgy is meglátjuk, de ezek itt már nagyon csak spekulációk, azok majd pedig külön videókat érdemelnek. Kommentben mindenki írjátok, hogy ti mit gondoltok a Marvel-nek ezen koncepciójáról. Szerintem ez így sokkal jobb lesz, ugyanis így újra tudnak majd dolgozni olyan projekteket, mint a polgárháború, sokkal izgalmasabb módon, sokkal több karakterrel. Szóval én nagyon remélem, hogy a Marvel hű lesz ehhez, de kommentben írjátok, hogy ti nektek mi a véleményetek erről. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, a tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, vagy ha úgy érzitek, csatlakozatok a tagok közé. További szép napot, sziasztok! あ <music>